Harmadik alkalommal is elindul a Paksi 4-es számú választókerület képviselői címért Kern József. Mint azt elmondta, örömét leli abban, hogyha az embereknek segíteni tud, és úgy érzi, még mindig megvan benne az ehhez szükséges kellő energia, lendület. Ez egy érdekes foglalkozás, az ember belekezd, és soha nem fogja tudni abba hagyni, mert a problémák újra generálódnak, úgyhogy én mindenképpen szeretném az utakat rendbe tenni a körzetembe, és ezen kívül az embereknek a kívánságait, ami teljesíthető, azt teljesíteni. A képviselőjelölt választókörzetével és a várossal kapcsolatos terveit részletesen megismerhették a fórumra érkező választópolgárok. Kern József azt is kihangsúlyozta a találkozón, hogy továbbra is várja a kéréseket, észrevételeket. Nekem van egy 8 éve kialakult szokásom, a csütörtöki bejárások. Tehát én csütörtökön a nyakamba veszem a körzetet és végigjárom, nagyon-nagyon sok emberrel találkozom. Néha ilyen 15-20 fős lakossági fórumok alakulnak egy-egy utcába, ezt továbbra is szeretném megtartani, mert igazándiból akkor őszinték az emberek, hogyha ha szűk körbe tudják elmondani a problémáit, hát aztán itt akadnak olyanok is, amiket nem, tehát úgy mondom, hogy nem konkrétan képviselői feladat, de ha tudok benne segíteni, akármilyen probléma ez, akár családi, vagy bármilyen probléma, akkor ezt megoldom. Nagyon sokkal tartozom a szülővárosomnak, Paksnak, és ezt a közösség szolgálatával szeretném viszonozni, meghálálni. Munkámra remélem, a következő ciklusban is számítanak a paksi polgárok.